Sziasztok srácok, én Marce vagyok, és üdvözöllek titeket itt a legújabb videómban, ahol most egy kicsit szeretném átdolgozni a csatornát, ugyanis a bull market elején, amikor elkezdtem videózni, akkor nyilván jöttek a tippek, hogy mit gondolok, milyen kereskedéseket csinálok, mit veszek, stb. Viszont amellett például akkor nagyon sokszor elmondtam, hogy mindig realizáljátok profitot, mindig számítsatok a korrekciókra, mert akkor ugye minden folyamatosan fölfele ment, és szerettem volna, ha akkor mindenki, aki nézi a videóimat, aki új a kriptóban, az megtanulja, hogy hát a dolgok nem mindig úgy vannak, ahogy azt elképzeljük, és utána jött a búránnak a többi része, akkor már úgy láttam, hogy a nézőim nagy része, tehát ti, már úgy értitek ezeket a dolgokat, és nem feltétlen kell minden videóban kihangsúlyozni ezeket. És akkor kicsit máson volt a fókusz, ott inkább coinokról beszéltem, projektekről beszéltem, visszautaltam sokszor az előző videóimra, a Patreonra, hogy miket osztottam, meg mitől jó egy set, stb. És most elérkeztünk a bullrunnak ahhoz a részéhez, ami még nem bear market, mindjárt elmondom, hogy miért. Viszont már nem lehet óriási, szuper, mega nagy pénzeket keresni egyik napról a másikra, vagyis ez sem igaz feltétlenül, de nehezebb, szóval nem megy most minden fel így ilyen egyenes vonalban, úgyhogy most egy teljesen más üzenetet szeretnék majd átadni nektek, és fogok beszélni olyan dolgokról, amik feljöttek Discord csoportban, videó alatt, milyen hibákat lehet ilyenkor elkövetni, és miért ne adjátok fel, mert higgyétek el, hogy ezek a legjobb alkalmak arra, hogy pénzt keressetek. Nem az, amikor minden megy föl és ész nélkül azt se tudod, mit csinálsz. Ti most, akik már benne vagytok a kriptóban, nézitek egy ideje a csatornát, nektek már megvan az a tapasztalatotok, hogy ha most majd jön egy újabb ilyen óriási emelkedés, akár 2 hónap múlva, akár 1 év múlva, akár 3 év múlva, akkor ti tudni fogjátok, hogy mi történik. Nagyon sok hasonló dolog lesz az előző búránhoz képest, nagyon sok mindent tanultok már majd addigra, ami akkor nyilván nagyon jól fog jönni. Nem fogtok hibákat elkövetni olyan mértékben, mint mondjuk az előzőnél, hogyha követtetek el hibákat, szóval értitek, ez a lényeg. Bocsánat, még nem igazán keltem fel, 2:30 van délután, de délután 1-kor keltem, tehát igazából másfél órája vagyok fent. Próbálom összeszedni a gondolataimat. Most az egyik dolog, amiről szeretnék nektek beszélni, az az, hogy ugye én tavaly év végén, illetve most év elején én mondtam, hogy én pontosan egy ilyen évre számítok, vagyis legalább az év első felében, ami tulajdonképpen egy hónap van még az év első feléből, hogy stagnálni fogunk, zuhanni fogunk, pihennie kell a piacnak, stb. Stb. És én ott mondtam, hogy rengeteg profitot realizáltam USDT-be, és én ezt utána szépen azért forgatgattam, azért voltak fellendülések, NFT-szetteket folyamatosan vásárolgattam, és még most is vásárolgatok folyamatosan, hogyha a patronosok nézik a videót, akkor ők tudják, hogy a 30 dolláros szintre azért irogatok ki NFT-szetteket, nem sokat, de a kevesebb néha több, erről is mindjárt beszélek. Nagyon sokan, amikor én ezt kijelentettem, hogy hát igen, most nem lesz 100 000-es BTC egy ideig, egyszerűen pihennie kell a piacnak, akkor sokan leszóltak, aztán kiderült, hogy így lett. Egyszerűen azért látom ezeket, mert én benne voltam az előző búránba, és utána láttam, hogy megyünk el be a bear marketbe, illetve ugye 19 és 20-ban, hát inkább 18-tól 20-ig azért így kriptózgattam, kereskedtem, ezt azt csináltam, viszont az nagyban a bear market volt, ahol nincsenek ilyen fellendülések. Tehát az, hogy az egész piac nyom egy 20-30%-os emelkedést, amilyenek most a napokban vannak, ilyen egy medvepiac alatt nincsen. Tehát, hogy a bear market az nem ilyen. Ott, hogyha nyom valami 15%-ot, akkor már mindenki el van ájulva, hogy úristen, mekkora emelkedés van. Ott tényleg egy nulla volume, semmi nem történik, ez nem a bear market, higgyétek el. Szerintem egyrészt azért, mert már annyira kinőtte magát a kripto, hogy olyan bear market, ami korábban volt, olyan nem is lesz. Viszont ennél azért még tudunk lejjebb menni volume-ban. Tehát most árba lejjebb megyünk, az nem jelenti azt, hogy bear market van. A volume számít szerintem. Amíg van ez a Goblin Town NFT, biztos ismeritek, és agyon tudnám most verni magam, ugyanis valamelyik nap felmentem OpenSea-re, és megláttam, hogy a trendingben van egy Goblin Town nevezetű NFT set. A floor 0,04 Ethereum volt. És én venni akartam, mert rájöttem, hogy ugyanaz az érzésem volt, mint nagyon sok NFT-szetnél, a Seppi Seals-nél, a Pudgy Penguins-nél és a stb. Megvolt ugyanaz az érzés, mikor utána néztem, hogy ez nagyot fog menni.
és valamiért nem vettem, pedig 3 darabra volt akkor pont abban a MetaMaskomban pénz, de úgy voltam vele, hogy nem akarok hülyeséget csinálni, ki tudja hova megy a piac, inkább most nem szórakozok ezzel. És jelenleg 0,55 Ethereum a floor, de volt már 0,8 Ethereum is, és szét tudnám verni a fejemet egyébként, de mindegy, hát ez van, vannak ilyen dolgok. Szóval még ilyen szettek vannak, hogy egyik napról a másikra felmegy 800.000 forintot a floor, addig nem beszéltünk bear marketről, ez remélem, hogy világos mindenki számára. Egyszerűen csak az a fajta bull market, ami az előző évben volt, az egy nagyon egyedi dolog. Mikor bejelentettem a Holofriends NFT szettet Discordon, hogy 0,075 Ethereum lesz a legolcsóbb, és ugye annál lesznek drágább darabok, akkor valaki megszólt engem, hogy hát, hogy ez olyan, hogy mint hogyha pénzt adnánk neked, és te abból játszanál, meg stb. És én ott mondtam a srácnak, hogy figyelj, azt gondolsz, amit akarsz, de mondom, azt hiszed, hogy a piac mindig ilyen lesz, mint most, az egy nagy tévedés, szóval amit az előző évben láttunk, az egy nagyon egyedi eset volt. Aki azt hiszi, hogy mindig ilyen lesz, az nagyon nagyot téved, és nagyon nagyot fog bukni, hogyha erre számít. Azt kell megérteni, hogy a piacnak vannak pihenő szakaszai, és látjuk, hogy az már nagyjából fél éve tart ez a pihenő szakasz. Folyamatosan esünk, egyszerűen nem bírnak az emberek most befektetni, tekintve, hogy benzinre, kajára, lakhatásra sincs pénze senkinek így a világ szinten, ugye akkor az infláció. És ez egy nagyon extrém helyzet volt az előző év. És én ezért mondtam, hogy az NFT-szettel nekem ugye az a tervem, hogy szépen lassan visszaosztok folyamatosan NFT-ket, Ethereum-ot, coin, mindenféle coinokat, és ezzel nyilván egy ilyen kis passzív jövedelem, hogy mindegy milyen a piac, mindig egy picit vissza fogok adni, és ez hosszú távon nyilván nagyon-nagyon jó lesz szerintem. És az az ember sem értette, aki ezt leírta, hogyha nézed a videót, hogy az egy nagyon egyedi eset volt. Mi a tanulság? Mindig lehet pénzt keresni. Látjátok, itt volt a Goblin Town, most csak mondtam valamit. Itt volt a The Plug nevű NFT-szett, ami néhány hónapja pörög, és nagyon szépet lehetett vele keresni. Mikor legutóbb kiírtam Patreonra, akkor fele ennyi volt a floor. Még ritkábbakat is lehetett a floor-on venni, ami most 3-4 annyit ér. Szóval látjátok, lehet most is pénzt keresni. Nyilván nehezebb, és nyilván máson van a fókusz. Nem mindegy, melyik youtubert nézed, nem mindegy, melyik privát csoportban vagy benne. Egy olyan a piac alatt, mint az előző évben, ott nagyjából bármit kiírtál, bármit javasoltál az embereknek. Igazából minden ment fölfele, megvették, jól jártak, te meg mondhattad, hogy hát igen, látjátok, micsoda tippet lőttem. De lehet látni, hogy ebben az évben így a youtubereknek a nagy része eltűnt. Nem csak a magyar youtubereknek a nagy része, a külföldi youtubereknek a nagy része is. Nem csinálnak videókat, nem nagyon posztolgatnak, nincsenek tippek, nincsenek piacelemzések, mert valójában ők nem értenek hozzá, csak a hype-ot lovagolták meg. Viszont, hogyha te most megtalálod azokat a tradereket, youtubereket, privát csoportokat, stb., akik tényleg aktívak, tényleg értenek hozzá az emberek, illetve tényleg ilyenkor is tudnak jó irányt mutatni neked, akkor az a legjobb dolog. Én is ezt csinálom, olyan embereket követek, olyan embereket nézek, akik értenek hozzá, olyan helyről szedem az információt, amit tudom, hogy jó lesz, mivel már van tapasztalatom abban, hogy ki a jó, ki a rossz. Ezért van az, hogy én nagyon sok magyar youtuberről elég erős véleményt mondtam a Discord csoportomban, egész egyszerűen azért, mert tudom, hogy ők csak azért csinálták, mert nagyon nagy volt most a hype. Na mindegy, lényeg az, hogy ezeket kell neked megtalálni, és kihasználni azt, hogy stagnál az ár, esik az ár, és folyamatosan szépen vásárolgatni. Meg kell találnotok azokat a projekteket, azokat a coinokat, NFT-szetteket, amiknek a készítői nem azzal vannak elfoglalva, hogy jaj, most mennyi az ár, zuhantunk-e 20%-ot, hanem ártól függetlenül építenek, partnershipeket jelentenek be, dolgoznak, és nem azon stresszelnek, hogy jaj, most milyen piac van. Ha egy projekt jó, akkor kit érdekel, milyen piac van. Teljesen lényegtelen. Hogyha tudják a set készítői, tudják a projektnek a vezetői, hogy mit kell csinálni, akkor nagyjából teljesen lényegtelen, hogy most fent van az ár, vagy lent van az ár, mivel a nagy befektetők, akik igazán benne vannak a kriptóban, és nem csak hirtelen meg akarnak gazdagodni, és akkor hú, Lamborghini, hanem akik tényleg hosszú távon vannak itt, azok meg fogják találni ezeket a projekteket, és nekik nyilván ez számít, nem az, hogy kis Pista vett $1000 Rebelbots coint, ugye RBL-est, és eladja, mert durcás vagyok, amiért nem lettem egy hónap alatt gazdag.
ez egy projektnek a készítőit, ami egy jó projekt, nem érdekli. Tehát őket hidegen hagyja, hogy te most eladod 200-300 dollár mínuszban a coinjaidat azért, mert nem vagy megelégedve egy olyan dolog miatt, ami igazából nem számít. Úgyhogy ezeket a kis korlátokat kell kiütni magatokból, és fókuszálni arra, hogy igen, lesz még emelkedés, lehet, hogy idén lesz emelkedés, lehet, hogy csak jövőre lesz emelkedés. Viszont lesz, és ez a lényeg. És akik igazán sok pénzt kerestek, azok nem a tavalyi bull marketben kezdték. Jó, persze valaki elkapott egy board ape-et esetleg, és hirtelen sok pénze lett, ez csak szerencse. Szóval most valaki a Discord csoportomban egyébként, ami ingyenes, és lépjetek be nyugodtan, megfogalmazott egy kritikát az RBLS-sel kapcsolatban, hogy halott projekt, meg stb. És mondta, hogy hát igazából ő 1000 dollárért vett bitcoint, el is felejtette, és most azt forgatja. Na most azt kell megérteni, hogy ne bízzátok el magatokat, mert hogyha így kerestetek sok pénzt, az nem tudás, az szerencse. Tehát, hogyha én csak a Pudgy Penguin setből kerestem volna sok pénzt, akkor az szerencse. Viszont, hogyha folyamatosan megtalálod ezeket a projekteket, folyamatosan jó befektetéseket csinálsz, az kemény munka és az tudás. De viszont ne higgye azt mindenki, aki hirtelen keresett egy csomó pénzt, hogy ő ért hozzá, mert nem így van. Egyszerűen csak jókor volt, jó helyen, jóba vásárolt bele, stb. Ne nem higgyétek megvezetni magatokat, srácok. No de, fontos, lényeges infók, hogy mit veszünk, mit kell venni, mik a jó projektek. Beszéljünk erről. Na most az alap dolog az az, hogy láttátok a videó címét, 450 dollárt buktam tegnap egy rossz pozíció nyitásáért. Elmondom, hogy miért történt ez. Egyáltalán nem stresszelek ezen, a bukták benne vannak, van olyan, hogy rossz projektbe vásárolsz, rossz befektetést csinálsz, rossz trédet csinálsz, ez semmi baj nincs, az a lényeg, hogy a nyerő trédek, a nyerő befektetések, azok többet hozzanak, mint amennyit veszítesz. Ha már pluszba vagy, akkor jól csinálod, nyilván minimalizálni kell a veszteséget, de nem mindig lehet. Én úgy buktam 450 dollárt, hogy teljes meggyőződésem volt, egészen azért, na nem bírok beszélni, szóval egész egyszerűen azért, mert Twitteren is több trédertől azt láttam, hogy megyünk 33-34 ezerig. Én is úgy láttam, hogy nem tudjuk letörni ezt a 30 ezeret, egész szépen tartja magát, és kicsit erőre kapott a piac. A DXY is ugye visszazuhant, ide bevágok egy képet, hogy azért elég szépen visszazuhant a rövid távon. Patronon is írtam egy elemzést, hogy szerintem miért fogunk felmenni, és ez szent meggyőződésem volt, és erre alapoztam a trédemet. Long pozíciókat állítottam be 30.300-tól 29.020 dollárig, és likvidált a piac. Nem használtam stop loss-t, mert annyira meg voltam győződve, hogy csak indítani kell szépen a longokat, és majd megyünk föl, és hát nem ez történt, ugye? Egyszerűen ez van. Nyilván ez volt erre egy épített elemzés, hogy miért hiszem ezt, és mivel ez megdőlt, most egy új elemzést kell majd csinálnom, hogy mi fog történni. Már Twitteren néhány nagyobb tradernél láttam, hogy neki továbbra is az a meggyőződésük, hogy lesz még egy óriási crash, talán 21-23 ezer dolláros bitcoinig, az altcoinok is 40-50%-at el fognak vérezni. Nem vagyok benne biztos, hogy ennyire nagy lesz a crash, viszont most tényleg úgy néz ki, hogy akkor innen még lesz egy nagy bukta lefele. Ami nagyon fontos, hogy szerintem ez akkor a következő hónapban kell, hogy legyen. Nem hiszem, hogy itt fogunk stagnálni még egy ideig a crashnek, szerintem akkor a következő hónapban meg kell történnie. És itt felhívom figyelmeteket, hogy akkor a jövő hónapban a Patreon tagság az nagyon-nagyon jó lesz, ugyanis rengeteg olyan coin van, amit én még nem írtam ki se Patreonra, se YouTube videóban nem mondtam, és szeretnék vásárolni, és hogyha tényleg jön jövő hónapban az a nagy crash, akkor nagyon ajánlom, hogy a Patreon tagságot fontoljátok meg, ugyanis akkor NFT-szetteket is, coinokat is porba szájba lehet majd vásárolni, és nagyon jó kis market cap-es coinok vannak, amiket még sehol nem említettem nektek, és be fogok vásárolni. És nyilván erről a Patreonon fogtok értesülni, úgyhogy tudjátok, ez nem egy tanácsadás, egyszerűen csak leírom, hogy én mit csinálok. Úgyhogy jövő hónapban, másodikától fizessetek be Patreonra, mert higgyétek el, hogy ha megjön az a crash, akkor jól fogtok járni, mert tényleg jó projektekbe fogok bevásárolni. NFT téren, akik benne vannak a Discord csoportomban, azért látják, hogy milyen mozgások vannak. Most a Solana-s NFT-k egészen pörögnek, én még nem vetettem bele magam, én még várom azt, hogy akkor ott is legyen egy kisebb crash, és talán akkor,
ha látom majd, hogy Twitteren a nagyobb NFT-s arcok elkezdenek bevásárolni Solana NFT-kből, akkor majd én is neki kezdek, de egyenlőre ettől még távol maradok. Nyilván erről is a Patreonon az NFT-s 30 dolláros szinten fogok mindenkit értesíteni, hogyha bármit bevásárolok, mert vannak jó projektek, egyszerűen még úgy érzem, hogy lesz lejtmenet onnan is. Ez most kicsit egy elmélkedősebb videó volt, kicsit ilyen nem konkrét infókat mondtam, csak kicsit gondolkozzatok el ezeken, amiket mondtam. Én továbbra is hiszek a kriptóban, továbbra is tartom a jó projekteket, és továbbra is tartom azt, hogy egy csomó projekt a bitcointól, a piactól függetlenül tud majd nőni. Láttuk NFT coinokat is erre, szar piacon is lehet pénzt keresni, úgyhogy ne aggódjatok, jó lesz ez, csak ne adjátok fel, és fogadjátok meg azokat a dolgokat, amiket itt mondtam, és gondolkozzatok el azon, hogy lehet, hogy vissza kell venni az arcból néha, és nem elhinni, hogy te milyen jó vagy valamiben, hanem igen átgondolni, hogy ezt most elcsesztem. Én is tegnap leültem, és ezt most elcsesztem. Sajnos, 450 dollár, az nagyjából 200 000 forint, nem olyan jó elbukni azt így egy nap. Shit happens, ez van. Ne felejtsétek el, srácok, a Patreon tagságot, Discordot, mindenféléket, és tudjátok, van még egy tanfolyamunk is a KovaszFX-es srácokkal, az is ott van a leírásban. Találkozunk legközelebb, sziasztok!